Sziasztok, Kömke vagyok. Egy kádárkockát voltam megnézni egy agglomerációs településen, és... Nem árok. És ezzel kapcsolatban beszéljünk egy pár szót a felújításnak a szakaszolásáról, szakaszolhatóságáról, mert itt is erősen kérdőjeles volt a dolog. Természetesen szokás szerint úton vagyok, úgyhogy a forgalom zajai beleszűrődhetnek a monológomba, illetve mindig el szoktam mondani, ha debilnek tűnök, akkor az attól van, mert próbálok a vezetésre figyelni elsősorban. Kiindulási állapotunk az egy tipik kádárkocka, 50-es években épült valamikor, szerencsére már van a falak alatt vízszigetelés. Ha nincsen a falak alatt vízszigetelés, ami mérőműszerrel mérhető, akkor általában azt szoktam mondani, hogy felejtős az épület. De itt volt, az egy nagyon sok milliós kiadás lenne pluszba a falak utólagos vízszigetését pótolni, ha egyáltalán lehetséges, mert ez meg a fal anyagától függően egyáltalán nem biztos, hogy megoldható. De itt van. Ami nincsen, és ami általában az ilyen kádárkockáknál nincsen, az a padlónak a vízszigetelése és hőszigetelése. Ez is mérhető műszerrel, illetve több dologból következtethető. Teljesen egyértelmű volt a műszerek alapján, hogy nincsen a padlóban se vízszigetelés, se hőszigetelés. Fafödémes egyébként ez az épület. Egy 10x9-es kádárkockáról beszélünk, ami erre-arra bővítve lett. Azt hagyján, hogy a ingatlan hirdetésben 110 négyzetméter szerepelt, de abban már beleértendő a melléképületből kialakított alacsony belmagasságú nyári konyha, valamint még egy ilyen toldalékrész az épülethez, ami mellett még egy ami mellett van még egy pottyantós WC is. Szóval meglehetősen érdekes az épület. A gépészet az természetesen kuka, mert régi hőtern gázkazánunk van kint a melléképületben, egyébként vastagcsöves fűtési rendszerrel, régi acélcsövekkel, régi radiátorokkal. Az energetikai tanúsítvány alapján körülbelül ilyen 4000 köbméteres éves gázfogyasztás jön neki, ami a mostani költségek alapján ilyen 1.800.000 forintot jelentene évente. A gázórán volt egy lakat a gázóra szekrényen, így sajnos nem tudtam leolvasni a gázórát, egy fotót tudott mutatni az ingatlan, nem volt meg a kulcsa a lakatnak, amiben 27.000 köbméteres fogyasztás szerepelt, viszont az a matrica, ami megmutatná, hogy mikor lett felrakva a gázórát, arról nem volt fotó, de azt lehet tudni, illetve nekem ismert tény, hogy 10 évente a gázórákat kicserélik, tehát ez nagyon maximum 10 éves lehet ez a fogyasztás, amiből egy éve már lakatlan az épület, tehát nagyon maximum 9-el, de inkább 8-al lehet elosztani ezt a 27.000-es fogyasztást. Számoljatok utána, hogy ez mennyi. Ennyire jön ki akkor, tehát bőven 3000 köbméter fölött vagyunk fogyasztásban, ami egyébként egy ilyen jellegű épületre ekkora méretben teljesen reálisnak mondható, hiszen hőszigetelése sehol nincsen. Régi geréptokos ablakok, amik fölött a hőkamera alapján nincsen áthidaló egyáltalán, tehát ez egy viszonylag jelentős pluszköltség. Ahogy említettem, borított gerendás fafödémünk van, vízvezetékeink horganyzott csövesek, a villanyvezetékünk részben felújított, de nincsen életvédelmi fűrelé, így földelés meg érintésvédelem az csínyán van. A melegvizet egy villanyboiler szolgáltatja éjszakai árammal. Tehát ez a tipikus olyan épület, ami teljes körű felújításra szorul. És ami sajnos bónusztétel, és az érdeklődők sem számítottak rá, hogy a tető az kompletten cserés. Nem olyan rosszak a keresztmetszeti méretek, cserépfedés van rajta egyébként, az a régi szalagcserép, kerámia. A keresztmetszeti méretek nem olyan rosszak egyébként, viszont az összes szarufánk szarrá van ázva, de olyan szinten, hogy a körmömet bele tudom nyomni a szarufákba. Ráadásul a szarufák penészednek is, egy jó része a tetőlécek szintén szarrá vannak ázva, a kerámia cserepek egy jó része fagyási sérült, pont emiatt, mert gyakorlatilag olyan mértékű nedvességet kap, ami így szépen rétegesen szétfagyasztja az egészet. Egy derékszelemenes kialakítású
székoszlopos tetőnk van, aminél a középső alátámasztások hiányoznak, ezért a derékszelemen is elég rendesen be van hajolva. Kívülről egyébként már az utcáról látható volt, hogy elég hullámos a tető, de még ha szárazak lettek volna, és nem lenne szuette a szarufa, akkor azt szoktam mondani, hogy ez azért még 5-8 évet halasztható. Azt kell tudni egy ekkora kádárkockának a tető szerkezetéről, hogy ennek azért a tető felülete a 140-150 négyzetméter kiad, ami most jelenleg egy komplet tetőszerkezetnek a felújítása, az azért 50 ezer forintos tetőfelület négyzetméter árral számolható, ami azt jelenti, hogy egy 7-7,5 milliós történetről beszélünk kapásból. Sokszor elmondtam már, és mindig elmondom, hogy építkezni alulról fölfelé, felújítani föntről lefelé szokás, úgyhogy a tető az, amivel kezdeni kell. A miértekre a válasz az az, hogy képzeljétek el, hogy beletolsz az aljába 20 millió forintot, hogy felújítsd, és utána mondjuk 5 év múlva nekiállsz a tetőt leszedni, ha olyan lenne egyébként a tetőszerkezet. Gyakorlatilag egy jó hét kell arra, hogy a tetőszerkezetet és a fóliázást megcsinálja egy ácscsapat, ami idő alatt nem szabadna, hogy eső essen vagy leázzon az épület. Sajnos nagyon sok olyan megrendelésem volt, illetve olyan ügyféllel találkoztam már, akik hát sírás lett a vége, mert leáztak egy-egy ilyen felújításnál. Ha a tetőszerkezet épp, és csak héjalást, létszerzést kell cserélnünk, akkor egyszerűbb a helyzet, hiszen gyakorlatilag 2 nap alatt vissza van fóliázva az épület, onnantól kezdve meg már a beázásnak a veszélye nagyon kicsike, de itt komplett tetőszerkezetről beszélünk, bontással, újjáépítéssel, fóliázással együtt, hogy eljussunk arra a fázisra, amikor már nem ázik be az épület, és nem ázik szarrá. A hangsúly megint azon van, hogy egy fa födémünk van, ami, hogyha vizet kap, kiszellőzik, tehát nem azzal van a gond, hogy károsodna, hanem azzal van a gond, hogy rendkívül gyorsan átcsúszik rajta a beázás. Úgyhogy tényleg egy felújított alsó színnél, ahol új burkolatok vannak, meg új vakolat, esetleg gipszkarton álmennyezet, ezek teljesen tönkre tudnak menni, és tönkre is fognak menni egy leázás során. Tehát ezért kell indítanunk a tetővel. Vegyünk jó indulatúan 90 négyzetméternyi lakóterületet az épületre, amit fel kell újítani. A jelenlegi árakon ez már eléri a 250 ezer forintos négyzetméter árat. Tehát azt lehet mondani, hogy 90 négyzetméternél ez mondjuk ilyen 22 millióból jön ki, plusz a tető. Tehát összességében 30 milliót kellene rákölteni az épületre. Ebben a felújításban benne van az aljzatnak a komplett felújítása, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók, padlásfödém hőszigetelés, új válaszfalak, belső ajtók, burkolatok, szaniterek. Tehát ez egy kulcsra kész kivitelezés gépészettel együtt. Tehát fűtéssel, villannyal, vízrendszerrel, mindennel együtt ez a 250 ezer forintos ár, ez számolható, és ez jelenlegi árakon reális. Zajlanak felújítási munkáim, ahol csináltam felújítási tervet, tételes költségvetést, és kijárok ellenőrizni, és ezeket az összegeket látom, ezek köszönnek vissza. A probléma az az, itt is, hogy nem feltétlenül áll rendelkezésre ez a 30 millió, inkább 20-ról beszélünk. Ha 20-ból levesszük a tetőt, akkor marad 13 millió forintunk, ami egy nagyon nagy spórolás lehetne, hogy elhagyjuk a nyílászáró cseréket, illetve a homlokzati hőszigetést, mert az a kettő együtt ez ilyen hát 8 millió forintot kóstálna körülbelül. Viszont az a probléma, hogy ebben az esetben a hőveszteségünk az jóval nagyobb, mint ami egy hőszigetelt állapotban lenne. Tehát például egy csak padlófűtés biztos, hogy nem fogja kifűteni az épületet, hanem kell kiegészítő fűtés mellé, és nehezen férnénk bele a rezsihatár dolgába. Ha le van az egész épület fel van újítva és le van hőszigetelve, akkor bőven rezsihatár alatt lennénk egyébként a fűtéssel, egy kondenzációs kazánnal. Viszont ha elhagyjuk a homlokzati nyílászárók cseréjét és a homlokzati hőszigetelést, akkor már kiesünk a rezsihatárból, illetve ahogy mondtam, nem elég a padlófűtés, mindenképpen kell mellé egy radiátoros kiegészítés, vagy egy jóval drágább mennyezet fűtés kiegészítés. A fő probléma viszont az, amit már megint nagyon sokszor elmondtam, hogy képzeljétek el úgy az épületet, hogy van benne ezeredtség pára. Ez az ezeredtség pára, ez azért nem csapódik most ki, meg azért nincsen penészedés, mert minden felületünk hideg. Se a padlásfödémünk nincs szigetelve, se a padlónk, se a falak, a nyílászárók pedig nem légtömörek, tehát valamilyen szinten szellőznek.
Ez biztosítja azt, hogy ez a pára ez nem csapódik ki sehol, hiszen egyenletesen eloszlik az épületben. Ha megcsináljuk a padlónak a felújítását, és megcsináljuk a födémnek a hőszigetelését, kiejtettünk ezekből a felületekből kettőt, aminek már a felületi hőmérséklete jóval magasabb lesz, mint a harmadponti dolog, viszont koncentráltabban megjelenik a külső fal és a nyílászároknál a hőhidasság. Ez a mostani fűtési rendszernél, ami egy vastag csöves látszó fűtési rendszer, azért nem okozna problémát, mert ezek a csövek úgy vannak kialakítva, a régi mesterek meg a régi dolgok nem hülyeségképpen épültek itt, tehát nem azért volt mindenhol a csövezés a fal mellett, fal alatt és a födém alatt elvezetve, mert így volt dizájnos és tök jó volt porfogónak, hanem ezek a fűtési csövek biztosították azt, hogy ezek a kritikus szakaszok, ahol intenzívebb párakicsapódás és penészedés lehet, ezek melegebbek ezáltal. Egy modern épületnél, ahol padlófűtés van, sőt a radiátoroknak a csövezését is a padlóba rakjuk bele, ezek, ennek a látszó fűtési csőnek a pozitív hatása ezáltal megszűnik. Tehát fokozottan jelentkezik a padlófal csatlakozásnál a hőhíd, illetve a fal mennyezet csatlakozásnál a hőhíd, nagyon oda kell rá figyelni. Ugyanez igaz akkor, hogyha lenne betonált hidaló az ablakok fölött, ami jelen esetben nincsen, mert ott is azonnal koncentráltan fog kicsapódni az a kvázi besűrűsödött pára, ami eddig egyenletesen eloszlott. És az a gond az egésszel, hogy sok épületben járok, ahol penész kicsapódás van meg egyebek, mert berakják a nyílászárókat homlokzati hőszigetelés nélkül. És ezáltal van egy légtömören zárt nyílászárónk, és tök mindegy, hogy műanyag ablak vagy faablakról beszélünk, a mai modern nyílászárók már mindegyike légtömörnek tekinthető, meg maga a beépítés is légtömörnek tekinthető, még rohasszalag nélkül is egyébként. Akit ez bővebben érdekel, van nyílászáros podcastem, hallgassa végig, és ott konkrétabban kifejtem. Tehát nem az nyílászáró anyaga számít, hanem a modernsége. Mai modern nyílászárók mindegyike még a leggagyibb is a régiekhez képest légtömörnek mondható. Ezáltal gyakorlatilag az a belső pára átszellőzés, meg egyebek, amik a nyílászáron keresztül biztosítottak voltak, ezek megszűnnek, és tényleg koncentráltan fog kicsapódni a homlokzati hőszigetés hiányában a hőhidaknál a pára. Kérdés volt a mostani érdeklődők szintjéről, hogy ezt nem lehetne kezelni egy hővisszanyelő szellőztető rendszerrel. Nem. Tehát a hővisszanyelő szellőztető rendszer nem erre való, nem tudja pótolni a hőhidak okozta hőszigetelés hiányát. Tételezzük fel, hogy benne hagyjuk most ezeket a régi nyílászárókat, és nem homlokzat hőszigetelünk, rakunk be radiátorokat, megcsináljuk a padlót, tetőt cserélünk, padlásfödémet hőszigetelünk, és imádkozunk, hogy a fal melletti fűtéscsövek hiánya miatt ne legyen penészedés. Erre egyébként azért így van esély, ha meghagyjuk a régi nyílászárókat. Viszont így is beletolunk az épületbe 20 millát, és amikor 2-3 év múlva lenne pénzünk a homlokzati hőszigetelést és a homlokzati nyílászárókat cserélni, megcsinálni, akkor az a gond az egésszel, hogy ennél a háznál raknunk kell be áthidalókat, ami elég komoly könyves munkával jár, tehát szétcsesszük a belső festést is, le kell szűkítenünk a nyílásokat beforduló hőszigeteléssel és melléfalazással, hogy be lehessen rakni a nyílászárókat, és az a gond, hogy a nyílászáró cégek, azok vagy úgy vállalják a nyílászároknak a gyártásba adását, hogy ők kijönnek, lemérik az új nyílást már kialakítva, és az alapján adják gyártásba, vagy valakinek felelősséget kell vállalnia azért, hogy azok a nyílászárók legyárthatók, amik megrendelésre kerültek. Általában én a felújítási terv során ezeket én szoktam vállalni, hiszen akkor tudom, hogy van beforduló hőszigetelésünk, hová kerülnek az áthidalók, hogy lesz kialakítva az egész. És ilyen esetben meg lehet azt csinálni, hogy a 6-8 hetes gyártási idő előtt, mondjuk egy héttel vagy két héttel szól az ablakgyártó, hogy a következő héten ők szállítanának, akkor jön a köműves, kiszedi a régi nyílászárókat, megcsinálja az ablak szűkítéseket. Értelemszerűen ennek lehet látni az időtartamát, hogy áthidaló beépítések egyebekkel mennyi időt vesz igénybe.
És gyakorlatilag egy vagy két hétig van csak nyitva maga az épület, egy lefóliázással, nem pedig 6-8 hétig. Ez is nagyon-nagyon necces, ahogy említettem, hiszen ha beletoltál 20 milliót a felújításba, már új burkolatod van, benne élsz az épületben, és most nem a köműveseket akarom színi, de óhatatlan, tehát nincs olyan, hogy le tudod úgy védeni a burkolatokat, hogy az ne sérüljön meg, vagy a belső ajtóknál, amikor a köműves viszi be a vakolóanyagot, vagy egyebek, ne érje hozzá a maltáros vödör egy beltéri ajtóhoz. Nagyon-nagyon nehéz úgy megcsinálni, hogy valami ne csesződjön el, ne legyen leverve egy falsarok, stb. Azért szoktam azt mondani, hogy vagy mindent újítunk fel, vagy szinte semmit nem újítunk fel, mert kettő között köztes állapot pont a penészedések és minden ilyesmi miatt nincsen. És tudom, hogy ez úgy hangzik, mintha én maximalista lennék, de higgyétek el, hogy rengeteg olyan épületbe járok, amik így köztes állapotban vannak megrekedve, és hibakeresés okán hívnak ki, vagy éppen egy ilyen köztes állapotban van, kerültek eladó sorra, és látszik, hogy törölgetve van a penész a falsarkoknál, vagy éppen látom, számtalan fényképen van erről is, hogy a műanyag nyílászároknál az üvegezésnek a gumírozása az vastagon penészes, mert ott csapódik ki a pára, mivel nincs homlokzati hőszigetelésünk. Nem örültek a mostani megrendelőim ennek a hírnek, hogy igazából ez vagy 30 millió, vagy sehogy, de azt azért tudni kell, vigasztalásképpen mondom csak, hogy ezen a településen ez az ingatlan ebben a lokációban igazából megéri ezt az árat, de talán a tetőre hivatkozva lehet még belőle mondjuk a tető szerkezet cserének a felét, tehát egy 3-4 milliót talán még le lehet belőle alkudni, bár nem hiszek benne, mert tényleg reális áron árulják ezt az épületet ebben az állapotában is. Nincsenek csodák. Az, hogy egy ilyen épület 50 millióba kerül ezen a településen, az egy tényleg alsó hang. Ha bele van tolva a 30 millió, ez az épület, ez nem 80-at fog érni, hanem 90 körül, mert ilyen 1 milliós négyzetméter ár rak pörögnek már ezen a településen is. Tehát egyáltalán nem rossz vétel az ingatlan, viszont kell a 30 millió cash, különben valami olyan cumiba fut bele az ember, amit nagyon nem fog megköszönni utána. És a legszomorúbb az az egészben, ha ezen egy rohadt palatető lenne ezen a házon. Még arra is szoktam azt mondani, hogy gyerekek, ez 8-10 évet lazán kibír, figyelni kell a beázásokat esetleg palatörés esetén, de akkor is lehet skippelni az egészet. De ennél maga szerkezetileg szar az egész, rommá van ázva, és szinte lehet hallani, ahogy csámcsognak a szúk. Ezt nem lehet halasztani, ezt a tetőszerkezetet. Ráadásul van rajta olyan tetőszakasz, ahol el van törve a tetőléc, és konkrétan esik be az eső a tetőszerkezetre. Ja, és pluszba vannak olyan részei a födémnek, ahol saralás alatti, tehát az agyagtapasztás alatti deszkázás, az konkrétan hajolgat be a 70 kilóm alatt. Csináltam róla egy rövid videót, akit érdekel, az, aki YouTube-on nézi, az láthatja. Szóval ez az épület több ponton, tetőszerkezetileg több ponton beázott már korábban is, és ezért mondom azt, hogy ezt nem szabad halogatni, meg nem szabad halasztani. Úgyhogy ez 30, vagy semmi. Sziasztok! Kün kell a szép étész, ki álmokat látsz, minden házban látod a csodát. A vásárlás nem egy nagy teher, tanácsaid nyomán mindenki nyer. Kün kell az építész, köszönjük neked, hogy házunk jó és biztonságos lehet. Tudod, mi kell egy álom otthonhoz, ahol falak és tető, minden fontos.